Üdvözlünk mindenkit ezen a szép tavaszi napon, és ismét egy nagyon érdekes elektromos autó van nálunk, és azt előjáróban el kell már is mondani, hogy ez sokkal inkább egy hétköznapi alternatíva, egy valós alternatíva, sokkal inkább, mint a Mach-E, ami nálunk járt, ami hát az őrület lóerőkről szólt igazából, egy nagyon magas fogyasztással együtt, de itt van nekünk most az autó, amit a hétköznapokban sokkal inkább el tudnék képzelni. Ha már az óránál állok az autónak, akkor kezdjük is itt. Mindig izgalmas kérdés, hogy melyik gyártó hova szeretné tenni a töltőt, lehet oldalra, hátra, belejteni a logó alá bármi. Na hát itt is elő van, és hogyha ugye megnyomjuk egyszer, akkor elénk is tárul, és hát lehet látni, hogy rögtön nagyon érdekes, hogy ugye itt valamikor csak ezt kell kinyitni, onnan töltő, ami az egészet, úgyhogy mindenféle töltőket tudunk használni, és ha már itt állunk, akkor el kell, hogy mondjam, hogy az autó nagyon hálás, hogyha gyorsabb töltőre tesszük, ugyanis 70 kW per órával is tud tölteni, tehát akár még 100-as töltőre is érdemes rátenni, mert meg fogja hálálni, de még egy 50-es töltőnél is körülbelül másfél óra alatt 80%-a fel lehet tölteni, ami nem rossz, ugye figyelembe véve a hatótávot, amiről majd később a kocsiban mesélek. Mi nem nagyon szoktunk azzal foglalkozni, hogy hányan férnek el, meg hogy mekkora csomag tér, ezt csak azért szeretném megmutatni, hogy azok az emberek, akik azt hiszik, hogy a nagy akupak miatt biztosan valami kicsi csomagtérrel van dolgunk, azok most láthatják, hogy semmi probléma nincsen, gyakorlatilag az autó méretéhez képest egy teljesen tágas csomagteret kapunk. Természetesen magunkkal kell vinni a töltőkábeleket, van itt nekünk egy fali töltős verzió, vagy utcai töltős verzió, és itt pedig ebben a kis alsó rekeszben, itt van a 220-as, és hát ugye jól meg lehet ismerni, ezekhez mindig van egy ilyen kis brick is, és akkor mindent tudunk gyakorlatilag tölteni. Én nem hiszem, hogy bárki azért panaszkodna, azért már panaszkodhat, hogy mindig olyan nehéz visszaakasztani ezt, de azért nem hiszem, hogy bárki panaszkodna, hogy kicsi a csomagtartó. Gyerekkorunk alapkérdése volt, hogy a hánya megy című alapvetés, hogyha kisgyerek új autót látottak, ez volt az első kérdése. Na hát ez mostanra már teljesen átalakult, most inkább a mennyit megy, ami általában foglalkoztat minket ugye hibrid autóknál, vagy teljesen elektromos autóknál. Na hát ez az autó, ez egy teljesen élhető elektromos jármű, hiszen ebben egy 64 kWh akkumulátor van, ami az autónak a fogyasztásával, ami körülbelül, hogyha tudjuk, hogy hogyan kell ugye hibridesen vagy elektromos autósan vezetni, tehát szeretjük kifuttatni, meg rekuperálunk, meg hasonlók, akkor egyébként 14 és 15 kW per óra körül van, ami nagyon jól mondható. Talán emlékeztek rá, hogy a Mach-E-vel, ami ugye egy eszméletlen erős elektromos autó volt, ott ilyen 26-os tartományokban voltunk, de hát az nyilván nem a takarékosságról szólt. Szóval ilyen fogyasztások mellett ez az autó gyári adatok szerint 455 kilométert is meg tud tenni. Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy én ezt még életben nem láttam, tehát nálam olyan 410 körüli volt a legjobb érték eddig, amikor feltöltöttem. És ez egyébként nagyon jó, mert én kipróbáltam azt a régi álmomat, hogy megkerültem elektromos autóval a Balatont, és sikerült is abszolválni úgy, hogy reggel körülbelül egy olyan 90 és 100 közötti töltéssel indultam, és mindösszesen egy órát töltöttem Siófokon a leglassabb verziós, tehát a 20 kW-os töltéssel egy helyen, mindösszesen egy órát, tehát az nem volt valami sok, amit akkor töltődött, és még úgy is úgy értem haza, hogy kb. 40-50 km volt az autóban. Ahhoz, hogy elérjük ezeket a számokat, ez 294 darab cellát sikerült belepakolniuk ennek az autónak az aljába, ami 453 kg, és ezáltal az autónak az össztömege egy picit elsőre soknak hangzik, 1,7 tonna, de hozzá kell tenni, hogy szerintem teljesen át kell alakítani az ezzel kapcsolatos korábbi sztereotípiáinkat. Tehát természetesen ez tényleg úgy van, hogy a korábbi logikánk szerint egy ekkora autóval 1,7 tonna az borzasztónak tűnhet, de mivel az ilyen típusú autóknál alul van ez a súly, emiatt egy iszonyatosan stabil autót kapunk, egyáltalán nem érezzük azt ilyen erők mellett, ugye egyébként 395 Nm az a nyomaték, amit azonnal le tud adni, hogyha lepadlózzuk. Próbálgattam természetesen a Kressz szabályot figyelembe véve egy picit gyorsabban kanyarodni, hogy megnézzem azt, hogy érzek-e bármilyen billenést. Úgyhogy a súlya ellenére egyáltalán nem érezzük azt, hogy ez az autó egy lomhadög lenne. Sokan szoktak aggódni kettő dolog miatt, az egyik az, hogy nem jól jelzi ki az autó az elektromos távot. Na hát erről szó nincsen,
az autó tényleg iszonyatosan pontosan jelzi a menettávot, tehát hogyha folyamatosan nézzük, akkor nem kerülhetünk veszélybe, és ezt még inkább támogatja az, hogy ennek az autónak a mérnökei kitaláltak egy olyan rendszert, hogy gyakorlatilag azt a hőt, amit az aksik termelnek a működés alatt, azt is tudjuk használni az utastérnek a fűtésére, és nem történik az, hogyha megnyomjuk a fűtésnek a gombját, hogy hirtelen 50%-kal leesik a hatótávunk. Mi úgy figyeltük meg, hogy nagyjából egy 20 kilométert csap le olyankor a satszolásból, de hát amint kikapcsoljuk, az akkor azonnal ugye kvázi vissza is jön. Nagyon jól oldották meg a különböző módoknak a váltásának a lehetőségét. Értem ez alatt magát azt is, ugye, hogy most éppen D-ben megyünk, ugye szokásos előre vagy R-ben hátra. Például azt észrevettem, hogy sportmódban, amit kb. Egyszer próbáltam ki. A sportmódban, mintha erőteljesebb motorféket kapnánk, lehet, hogy ez egy biztonsági funkció kicsit, hogyha már esetleg véletlenül valaki alatt megszállnak a lovak, akkor egy picit segít visszafogni az autót. És ha visszatérünk ide a kezelőszervekre, akkor pedig látjuk, hogy el vagyunk kényeztetve mindenféle hűtés-fűtés opcióval. Hát az már természetes, hogy itt van nekünk természetesen az ülésfűtés, de üléshűtésünk is van, hát pontosabban szellőztetésnek hívjuk ezt inkább, és ugye azt is három fokozatban lehet kapcsolni, és hát ők rögtön megoldották egy gombra ezt a kettőt, úgyhogy minden rendben van. És van nekünk itt még kormányfűtésünk is természetesen. Nem szeretem azt, amikor egy ilyen csúszkát kell ugye tologatni, amik a régi sebváltóra emlékeztetnek, ugye emlékezhetünk a seatbe is, hogyha benn vagyunk D-be, akkor egészen a másik felére kell tolni a P-hez. Én annak semmi értelmet nem látom. Én azt szeretem, amikor egy gombak lehet átváltani, és akkor az a legkényelmesebb. Megszokadtuk már a gyártótól ezt a fajta kialakítását a különböző hűtés-fűtés rendszereknek. Igazából és nagyon jó, hogy meghagyták a hagyományos tekerőt is. Hát természetesen az olyan alap dolgok, mint hogy két zónás az itt is természetesen adott, de ami nagyon tetszik még, hogy a driver only-t be tudjuk kapcsolni, és akkor csak rám jön a fűtés, csak rám jön a hűtés, és akkor ezzel spórolhatunk, és hát igaz is ez, hiszen miért akarnánk mondjuk a hátsó, ott nem ülő embereknek a helyét hűteni, sokkal takarékosabb így. Ahogy itt lehet látni, természetesen aktív ebben is a CarPlay, amit ezúttal is vezetékkel tudunk csak használni, tehát nincsen sajnos Wi-Fi hotspot, hogy vezetéktépés is működjön, de ezen a legkevesebb gondunk, mert legalább jól töltődik a telefonunk közben. És hát természetesen, ugye most látjuk, hogy a Google Maps aktív éppen a telefonomról, hogyha előhívjuk a különböző ikonokat, akkor pedig az autónak a beépített szoftverébe vissza tudunk lépni így, és akkor ezt a szokásos, már-már szokásosnak mondható olyan lila, magenta-szerű menüt kapjuk, ami a gyártónál alapvetés mostanában, és ugye a CarPlay opcióval, vagy ha Android autónk lenne, Androidos telefont hoztunk volna erre az útra, akkor megjelenne az Android Auto opció, és akkor úgy tudnánk vissza lépni. Erre igazából olyan túl sok szót nem is vesztegetnék, hiszen már többször bemutattuk. Az autónak ez a könnyökölődés kialakítása egyébként attól függetlenül is, hogy ugye itt tudjuk vezérelni dolgokat. Szerintem nagyon praktikus, rengeteg helyünk van, itt van ez a hatalmas tér, ugye itt most a telefonon van éppen a navigációval. Nagyon el vagyunk kényeztetve a különböző töltési lehetőségekkel. Ez itt a fő USB, tehát a CarPlay, az Android Auto az erről fog csak működni, de ezen kívül kapunk csak töltésre egy USB-t. Itt van egy régen szivargyújtónak hívott történet, ma már talán a fiatalok nem is ezt a szót használják rá, de a lényeg az, hogy itt tudunk 180 watt-tal, 12 volt-tal tölteni, és ezen kívül pedig még itt van ez a nagyon kis praktikus elrejthető, itt két pohártartó van, nagyon szimpatikus, és ez egy nagyon masszív, tehát hogyha nekünk egy tér kell itt, amire látunk tenni valamit, akkor nagyszerűen működik. De hogyha még az USB-kről beszéltünk, akkor itt is bizony a elengedhetetlen 2022-ben vagyunk természetesen maszk mellett. Itt van nekünk még egy szintén töltésre alkalmas USB, és ami pedig az egyik legérdekesebb, hogy a hátam mögött pedig van egy ajzat, ez egyébként nagy meglepetés volt, ezt nemrég fedeztük fel, úgyhogy nem igazán tudunk olyan szerkezetet behozni az autóba, minden tudnánk tölteni valahogy. Kapunk egy kis panoráma tetőt is, ezt manuálisan kell kinyitnunk, de még egy is tudunk variálni egy picit. Ez kivételesen nem megy egészen hátra, mint a seatben láthattuk pár héttel ezelőtt, ez csak ilyen bukkorra nyitható, de ez is nagyon kellemes, pont most egy tavasz idő, ez kifejezetten ideális, amikor az ablakokat talán még nem nyithatjuk le egész napra, mert akkor megfáznánk, de kis levegőt be tudunk engedni ezáltal, úgyhogy nagyon tetszetős ez a megoldás is.
természetesen ebben az autóban is benne van minden manapság elérhető baleset megelőző technikai segítség. Természetesen ugye a piktogramok, amik jelzik a tükörben, hogyha mellettünk van a holtérben egy autó, és hát egyébként meglepően jól tartja a sávot, tehát például most is megpróbálok egy kicsit, és hopp, már vissza is korrigált, és lehet látni, ahogy egy pillanatra elengedem, egyébként nem szabad elengedni, mert rögtön írja, hogy ne engedjem el, de lehet látni, ahogy korrigál, tehát most teljesen visszahúzott minket a sáv közepébe, úgyhogy abszolút jól működnek ezek a rendszerek. Nyilván azt mindenki eldöntheti, hogy most, amikor a dugóban arra szól, akkor ki akarja ezeket inkább kapcsolni, mert ott csipognak, zörögnek, vagy inkább nem, de az biztos, hogy egy nehezebb útszakaszon, autópályán, illetve egyéb szokásos helyeken, vagy akár egy országúton, ott nagy segítség lehet. Bár talán az tény, hogyha hegyi kacskaringos utakra megyünk élmény autózni, akkor lehet, hogyha az ember kikapcsolja, akkor egy picit kevésbé lesz ideges, mert ott szereti az emberi nyugodt körülmények közötti csavargatni jobbra-balra a kormányt, de nagyon jól működik. Na nézzük meg, hogy egy ilyen közepes minőségű felfestés, és igen, és már is érzékelte, úgyhogy még egy ilyen kicsit latyakos, kicsit lekopott, már valószínűleg 10 évvel ezelőtt felfestett útfestést is azért valamennyire tud érzékelni. De tartsuk tényleg nagyon észben, hogy ez nagyon erősen útfüggő, úgyhogy ne bízzuk az életünket erre, tegyük rá a kezünket a kormányra, de jó körülmények között tud segíteni. Természetesen itt sem lesz nagy újdonság, hiszen mostanában rengeteg modern autót teszteltünk, ugye gyakorlatilag, ha tolatni szeretnénk, akkor itt megjelenik ez a segítség, ugye ahogy forgatom a kormányt, ugye itt megsatszol nekünk, hogy merre fogunk ugye gyakorlatilag fordulni. Itt lehet látni, hogyha valami belép a tengernyi érzékelő valamelyik terébe, és akkor ezen kívül pedig még tudunk állítani ilyeneket, hogy fényerő, meg éjszakai mód, meg stb., meg kontraszt, úgyhogy itt még van lehetőségünk arra, ugye itt látjuk azt, hogy itt ez igazából mennyire széles vásznú is lehet, hogyha így tetszik, és akkor így látjuk alapból, úgyhogy tökéletesen fogunk tudni parkolni. Az opció hiányzik ugye, ami a másik seatben benne volt, hiszen az egyel újabb autó volt, amikor ugye tudtunk egy ilyen alsó vezetet is választani. Ez itt nincsen, de hát azt hiszem, hogy azért az esetek 95%-ával is bőven elég. Ha pedig rálátunk töltés közben az autóra, mondjuk az étteremből éppenséggel, akkor ezen a három LED villog, és ezeken lehet látni, hogy áll éppen az autó akár messziről is. Természetesen azt mindenki magának dönti el, hogy mit tart a hétköznapok során élhetőnek, milyen opciók fontosak számára egy autóban, milyen tulajdonságokat tud egész pontosan kihasználni napi szinten. De azt gondolom, hogy a mellettem álló típus tényleg feloldhatja azokat a sztereotípiákat, amiket mondjuk például a menettáv okozta, aggódás váltott ki, illetve esetleg fapadosnak féltek a különböző elektromos autókat, hiszen ebben már minden olyan dolog megtalálható technológiailag, és egyéb szinten is, ami egy szupermodern autóba szükséges és elvállalható 2021-ben vagy 2022-ben. Tényleg nagyon jól éreztem magamat a teszt alatt, és egy pillanatig sem éreztem azt, hogy bármilyen kompromisszumot kellene kötnöm az elektromos meghajtás miatt, sőt igazából el is felejtettem szinte sokszor, hogy elektromos autóban ülök, úgyhogy teljesen jó kiállta a próbát.